Kedves nézőink, akkor, hogy megszokhatták, következik a harmadik félidő, azaz a sajtótájékoztató, ahol első kézből kaphatunk információkat az edzőktől, illetve játékosoktól, és akkor kezdjük Németh Péterrel, a vendégek vezetőedzőjével. Péter, volt egy nagyon jó félidőtök, az első, ugye ez 2-1-re végződött, és nagyon-nagyon kevésen múlt, hogy a haladás mehetett előnnyel a szünetre, viszont a második félidő nem egészen úgy sikerült, gondolom én, ahogy szerettétek volna. Te ezt hogy láttad? Nem hallom a kérdést. Akkor megismétlem még egyszer. A kérdés az lenne, hogy hogy láttad végül a mérkőzést? Ugye az első félidő 2-1 volt a Halijavára, a második viszont 5-0. Hogy láttad az első, illetve a második félidőt? Először is szeretnék gratulálni a haladásnak, és további sok sikert kívánni nekik. A kupában és a bajnokságban már idén nem fogunk találkozni. Nagyon büszke vagyok a csapatomra. Sajnos mind a kettő félidőt rosszul kezdtük. Egyből kaptunk egy-egy gólt, de volt ott még tartásunk, és elkezdtünk bátrabban játszani, illetve koncentráltabbak voltunk. Sajnos jelen pillanatban ennyit tudunk egy ilyen szintű csapat ellen 30-32. Percig, amíg tudjuk tartani magunkat addig, és jó dolgokat csinálunk, eredményesek tudunk lenni, vagy közel tudunk lenni egy haladás szintű csapathoz. Utána sajnos az az igazság, elfáradtunk. A hit is elment utána, és ebből lett a vége. Játszottam a fiatalokat is. Ki szeretném emelni azt, hogy küzdöttünk, csináltunk jó dolgokat, és nekünk ebből kell építeni a jövőre, nézve az alsóházra, úgyhogy nem tudom a csapatomat leszidni. Köszönöm szépen, és akkor folytassuk Hára Kávóval, a haladás vezetőedzőjével. Hua, nem sok időtök volt pihenni ugye a bajnoki mérkőzés óta, viszont nagyon úgy néz ki, hogy át tudtátok menteni a bajnoki formát a Magyar Kupára is. Legutoljára 10-2-re nyertetek ugye a Rubeola ellen a bajnokságban, most egy 7-1-es győzelem az Újpesten. Nyugodtan mondhatjuk, hogy jó formában van a csapat. Te hogy láttad a mérkőzést a kispad elől? Igen, szerencsére azt tudom mondani, hogy jó formában vagyunk, de szerintem a mai meccsen a eredmény jelző nem mutat, ami történt a meccsen, mert csak utolsó pillanatban a meccsen tudtunk komolyan dönteni. Szerintem Újpest nagyon játszik, és ez nagyon nehéz volt a mai meccsen, de nagyon örülök, mert meg egy a forduló megyünk előre a Magyar Kupában, és mert jó érkezünk a rájátszásban. Most mindenki tudja, hogy kezdődik a legfontosabb rész a bajnokságban, és szerintem jó formában vagyunk. Ez nagyon remélem, hogy hasonló teljesítményt mutatunk a mai meccsen, és Rubeola ellen a következő meccsen itt a első fordulóban a Veszprém ellen. Köszönöm szépen, és akkor folytassuk Szegi Szabolcssal, a vendégek csapatkapitányával. Szabolcs, a bajnokságban egy 4-1-es vereséget szenvedtetek itt Szombathelyen, Újpesten 2-1 volt a Halijavára, két nagyon szoros mérkőzés. Most is úgy nézett ki, akár az első félidőt nézem, akár a 30. perc környék, hogy egy szoros meccs lesz. A vége viszont elég sima lett, ennek mi lett a hátterében? Mentális fáradtság, fizikai fáradtság, avagy kijött? Bocs, hogy ezt mondom, a két csapat közötti tudásbeli különbség. Nagyjából minden a mentális és fizikai fáradtság az nyilván egymásból adódik. Ahogy fáradunk fizikailag, úgy hozunk egyre rosszabb döntéseket, és annak az eredménye az, hogy nem mi rúgunk gólt, hanem adott esetben 2 perc alatt kapunk 3-at. Ebben a sportágban itt egy ilyen rövid zárlat, vagy az utolsó 5-6 percben egy ennyivel gyengébb teljesítmény, az sajnos ezt eredményezi egy ilyen csapat ellen. Egyik meccsen sem mi vagyunk az esélyesek, mikor a haladáson játszunk, nyilvánvaló, de mindig megpróbáltuk megnehezíteni a dolgukat. Ma is szerintem az elején sikerült, vagy az első fél időben és a második fél idő talán még az elején még ott voltak is helyzetecskéink, hogyha ha ott tudunk találni egy gólt, akkor szorosabb a meccs. Nyilván ezekre utólag már kár beszélni, vagy ezeken morfondírozni. Nekünk nem velük kell felvennünk a versenyt most már, sajnos, hanem az alsóházba kell majd vitézkednünk, ahol szintén nagyon nehéz dolgunk lesz.
Köszönöm szépen, és akkor ehhez sok sikert kívánunk nektek természetesen, és akkor befejezésképpen Nagy Kevinnel beszélgetnénk egy picit. Kevin, ez a két mérkőzés, az utóbbi kettő ugye egy héten belül, ez ugye négy fél időből áll. Hármat kezdtünk, úgyhogy rögtön az első fél időben, első percben gólt lőttünk. Gyakoroljátok azt, hogy az elején azonnal megpróbáltok előnyt szerezni, addig, ameddig az ellenfél esetleg azt szoktuk ugye mondani, hogy fél lábban mondjuk az öltözőben van, vagy ez csupán csak így jött össze, hogy ahogy nagyon szerencsésen alakult ezen a két mérkőzésen. Igen, szerencsére nagyon jól kezdjük mostanában a fél időket. Ez annak is köszönhető, hogy a mester mindig elmondja az elején, hogy próbáljuk megnyomni a mérkőzést az elején, és próbáljunk gólokat, helyzeteket kialakítani, ami mostanában nagyon ül szerencsére, és jól is megy. 18 mérkőzés volt a meccs előtt, most már 19 mérkőzés veretlenül. Milyen folytatást várhatunk, akár a bajnokságban, ugye következik a felsőházi rájátszás, és hát a Magyar Kupában is a 8 között vagyunk. Mit vársz a folytatástól? Természetesen nagyon nehéz lesz ez a folyamat, de nagyon optimisták vagyunk, és szeretnénk ugyanígy folytatni, ahogy ezt így elkezdtük ebben az évben. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok természetesen nekünk is a folytatáshoz. Én köszönöm szépen, hogy megosztottátok velünk a gondolataitokat, én a kedves nézőknek köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, és hát akkor búcsúzóul a végeredmény, Haladás VS-e, Újpest 220 volt, 7-1.